Sziasztok! A következő pár pillanatban az étkeztetésnek a folyamatát szeretném bemutatni. A legfontosabb dolog, hogy a helyszín az a multifunkcionális ház lesz, ahol épp most jelenleg vagyunk. Itt a hátam mögött fog zajlani az étkeztetés. A másik fontos dolog, hogy úgy jössz étkezni, hogy hozod magaddal ezt a kis kártyádat, amit a regisztrációnál megkapsz. A QR kód miatt lesz fontos, mivel miután becsippantottak téged, azután mehetsz és veheted el az ételedet. Az étkeztetés az úgy fog zajlani, hogy ide jöttek a multifunkcionális házhoz. Itt fel lesz húzva egy sátor, ahol fogasok lesznek elhelyezve. Oda kell majd tegyétek az eszájgotokat egy szatyorban, azt ami után onnan elvettétek, akkor állhattok sorban a sátrak mögött, és elvesztek egy tárcát, odaadjátok a tányérotokat a kiszolgáló emberkének, és utána nektek jó étvágyat kívánok! Amiután ez a része lejár, ettetek, akkor vissza fogtok jönni mosogatni, és nagyon fontos, hogy kérlek itt a mosogató pontoknál mosogassatok, és ne máshol a tábor területén belül. A mosogatás az úgy fog zajlani, hogy három tál lesz. Lesz egy mosogatószeres víz, egy klóros víz és egy tiszta víz. Mind a háromban kérlek mosd el a tányérodat. A mosogatás után pedig a szatyrodat ugyanoda kell visszaakaszt, ahonnan elvetted a sátor alá a fogasra. Még két fontos információt szeretnék elmondani, az egyik a repeta. Miután mindenki kapott ételt, azután jöhetsz repetázni, és miután eltelik fél óra az étkeztetés kezdetétől, azután jöhetsz mosogatni. Remélem, hogy figyelmesen végighallgattad a videót, és ennek reményében jó étvágyat kívánok neked!